Sziasztok, kacok! Üdvít mindenkinek a Bioshock Infinite-nél. Hát a Bioshockról annyit tudok mondani, hogy én kifejezetten szeretem őket, igaz? A csatornán még nincsen még játszva egyik rész sem. De előbb vagy utóbb azok is sorra fognak kerülni, csak előtte még szerintem ezt az Infinite-t megcsinálom én is. Ennél a videónál is ennél a videónál is érvényes lesz ez a jutalmazási rendszer, de mivel a Black Ops videónál is és körülbelül másfélszer annyi lag gyűlt össze, mint amennyi kellett volna az eléréséhez, ezért gondoltam ennél is emelni fogom a téteket, szóval ennél már 200 darab lagra lesz szükség ahhoz, hogy csinálják nektek egy órás epizódot. Aki mondjuk ennél a végigjátszásán csatlakozik be a csatornámhoz, az nehogy azt higgye, hogy én egy ilyen lájkodász vagyok. Egyáltalán nem szoktam az embereket, hogy is mondjam, késztetni arra, hogy lájkolják videókat. Ha tetszett, akkor lájkoljatok, de ez a trade system nálam működik, és általában csak egyszer fog előfordulni minden egyes végigjátszásnál, szóval ez az egyetlen egy rész, amikor én kijelentem azt, hogy ha akarjátok, hogy legyen valami hosszabb éjszaka, azt lájkoljátok, de inkább nem csépelni több a szót. Megnézem, hogy a feliratok be vannak-e kapcsolva, és aztán szerintem én indítom is a játékot, csak Dialogue Subtitles, oké, zsír. Azt be van kapcsolva. Remélhetőleg most pont jó hangerőben van a játék, mert még nem csináltam próbafejtet, és lusta is vagyok, de mindegy, szerintem inkább kezdjük a játékot. Nem mellesleg ez PC-s, csak kontrollerrel, miatt még valaki megkérdezni. Valamiért most úgy éreztem, hogy nincsen kedvem billentyűzettel meg egérre játszani, szóval szerintem kontrollerrel maradok. Na és milyen fokozatok vannak? Easy, nem vagyok úgy az FPS-eknél. Ismerem a basic FPS-eket, és nem merek hardon játszani, pedig manapság egyre könnyebbek, mert hard fokozaton is a játékok, szóval akár megpróbálhatnám, de szerintem inkább médiumon fog. Mert még a végén segbe rúg engem a játék. Még már eléggé vártam ezt a játékot, kifejezetten vártam. És remélhetőleg nem fog csalódást okozni, bár egy-két kritikus azt mondta, hogy 2013 legjobb játéka. Pedig úgy, hogy még csak az év eleje van, szóval. Afraid of God? No. I'm afraid of you. Ezt most lust vagyok felolvasni, szóval remélhetőleg ti fel tudjátok magatoknak. Oké. Are you going to just sit there? As compared to what? Standing? Not standing. Rowing. Rowing? Have planned on it. És engem már sikeresen meg is zavartok, de sajnálom. Viszont szerintem én a dialógusnak itt feljebb veszem a hangját. Voice, gondolom ez a voice. Hát akkor szaki föld a maximumra. Save changes. And why is that? Coming here was your idea. My idea? I made it very clear that I don't believe in the exercise. The rowing? No. Imagine that's wonderful exercise. Then what? The entire thought experiment. Excuse me. How much longer? One goes into an experiment knowing one could fail. But one does not undertake an experiment knowing one has failed. Can we get back to the rowing? I suggest you do, but we're never going to get there. No, I mean I'd greatly appreciate it if you would assist. Perhaps you should ask him. I imagine he has a greater interest in getting there than I do. I suppose he does, but there's no point in asking. Why not? Because he doesn't row. He doesn't row? No. Na, amúgy ez a játék a többi Bioshockkal ellentétben nem a víz alatt fog játszódni, hanem fent a levegőben, de gondolom ezt mindenki tudja, aki már ismeri, ahogy létezik ez az Infinite, szóval fajtok már szemétlenkre. Szóval ezzel szerintem nem mondtam újdonságot, de hogyha nem ismerem a hátra, azt én még mindig azt hinném, hogy a víz alá fogunk menni, mert ez eléggé úgy néz ki, mint a Bioshockokban azok a nagy világítótornyok, amikkel le tudtunk menni. Pénz. Na, van sprint a játék. Ha jól emlékszem, akkor az előző részekben, nem volt sprint. És lehet, hogy egy kicsit érzékenyre emberre kéne vennem majd a nézelődést. De majd még meglátjuk, hogy hogy fog működni, mert azért az... lehet, hogy ezt inkább tényleg valóban
hangosabb, hangosabb érzékelyemre fogom menni. Itt vannak kis rákcsapdák, de én azt mondom, hogy nézzünk körbe, miatt még vagyunk, ez is. Ó, át tudom nézni a hordot. És elviszek mindent? Mi a faszért? Nem vinnék el mindent. És ott van még egy Silver Eagle. Ezüst sas. Gondolom az a pénz. Nyilvánvalóan ez a pénz. De inkább menjünk be. Excuse me, it's Booker DeWitt. I guess you're expecting me? Szóval már számítanak, nem? Én azt kötve hiszem, use basin. Nem merem használni. Oké, ez nem olyan horrorisztikus eddig, mint ami a első résznek a kezdése volt, az kifejezetten horrorisztikus volt. Na, de inkább használják ezt. Gondolom nem fog nagy baj történni. És itt nem mutatják az arcunkat is rendesen. Az előző részekben nem mutatták. Of thy sins shall I wash thee. Ah, én szerintem nem vagyok bűnös, szóval nem kell mosnom sem. Halló, én vagyok, Artyom. Tudom használni a telefon, de nem tudom kikapcsolni a rádiót. Tökéletes. Na, használják a telefon. Miért is nem? Nincs senki, bele kéne szólni, hogy hello, te vagy Artyom? Tudom, hogy nem Artyomnak hívják a csehot. Csak ezt szokásom már vált a Metro 2033 végigjátszásom óta. Na, ó, vegyük el ezeket is. Már is gazdag ember vagyok, és valaki vérzik. Valakinek éppen megjött. Mondjuk neki. Na jó, az meg kezd horrorisztikusan, de... Shit. Elvisztük a pénzét! Ha! Hát szerintem arra cigarettára se lesz már szükséged, haver, de... Oké, nem fogok csalódást okozni. Legalábbis igyekszem, és jaj, befüggöm. El egy kis óra. Ó, még egy hordó. Ezeket az egyet cuccosokat én gondolom el tudom vinni, csak vajon jó-e nekem? Szóval ezeket tudom utólag felhasználni, mint az előző részekben, vagy az egyből feltölteni az egyetemet. Csak ugye, bár most még nem nagyon van élet, mutatom egyáltalán, nemhogy életem, vagy mi. Összezavadtam. Ha, valamit tudom, még egy hordó. És még több pénz. Ó, majdnem leugrottam, hozzászoktam, hogy a... Nagyon régeztettem a Falloutot, de megszoktam, hogy ott az A-val lehet felvenni dolgokat, és az A itt ebben értem, az ugrás. És az X-el lehet felvenni. Természetesen, hogyha kontrollerrel vagy. Ha nem. Oké. Okay. Egyszer tekercs, kétszer szívecske, egyszer kard. Akarom mondani, hogy kulcsos. Kulcs, ami szívecske alakú van, de itt már nem is szívecske, csak amit én rajzoltam, az szívecske alakú, elég nyomi szívecske. Na. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz. Na, ügyes kisfiú voltam. Merem feltételezni. Ó, ez, sziasztok. Én félek. Na. Most engem szépen elvisz valami haza. Akarom mondani, haza alatt én most a repülővárost értettem, aminek nem tudom a nevét. Kajak van ennek neve? Biztos van neve, csak én nem tudom. Random, valamikor ide fognak már érni az én elvívőim. Örülnék. Kifejezetten. Ó, meg el kellett ám valami. Ó, kinyílted a szar. Pontosan, és... Ez ijesztően néz ki. Szóval szálljunk bele! Ugorjunk be a székükben. Ajaj! Ki leszek faggatva? Ez ijesztő. Ajaj, mit csinálnak velem? Csak a pisztolyt ne! Nekem lőttek! Jéj, mi vagyunk az első utazók! Nyugi haver, csak nyugodtan! Nincsen semmi baj, csak... Megyünk a holdra!
Vagy ebbe a gyönyörű városba. Hol ez? Egész megnyugtató. Wow, sokkal megnyugtatóbb, mint az a kibaszott Rapture, az egy kibaszott ijesztő hely volt. Ez kifejezetten tetszik. Wow, minek híd a levegőben? Kis cuki léghajók. Ez a hely jó, ez tetszik. Eddig jó, a zene is illik hozzá. Na, egész karaj kis zászlójuk van. Father Comstock. Az ő profétájuk. Na és... Ó, ez finom ábrándulás volt, mint amire számítottam. Milyen király kis hely. Egész szépek a fényeffektek. Isteni szövegek. Na. Az új Éden. Megváltás. Végül lehet, hogy én a grafikát kicsit lejjebb fogom venni, ki tudja, hogy a gép hogy fogja bírni ezt. Eddig egész szépen megy, pedig egészen nagyra van véve is. Igen, ezzel én most menőzni akarok, hogy hú, jól megy a gépemben a játék. Csak viccelek, én nem vagyok én. Eddig egészen megnyugtató környezet. Kifejezetten tetszik. És most már van életmutatóm is. Most már vannak akkora úri emberek, hogy elengedjenek engem az ülésemből. Azt hittem, mert nem fog felkelni a csába. Kicsit megijedtem. Na. Eiffel Books, ugye Booksnak hívják. Jól emlékszem. Ó. Oh. Ó, ez a hang, ez ismerős. Ámit. Az jó öreg iránytűt leváltották egy ilyenre. Na már. Egyébként nem olyan rossz. Na. Minden egyes új embert így üdvözölnek ezen a helyen. Ezt tetszik. Kis Zeus főisten. Örvendek a szerencsének. Excuse me. Where am I? Booker. Or as close as we'll see till judgment day. Ezek ilyen nagyon vallásos emberek? Ó, oh, hello haver! Olyan is rég volt a bajosok játékokban, hogy értelmes emberekkel találkoztam. Én előbb inkább körbenéznék. El tudok lopni innen valamit? Hát gondolom nem jönne be nekik, hogyha én most lopnék, szóval lopjunk. Lopjunk az egyháztól, yeah! Na, innen is valami, amit el tudok lopni. Egy kis arany. De akarom mondani ezüst, cuccos. Sas. Oké, az a nő személy ott. Na és... Ezt is vegyük fel. És hallgassuk meg, amit akar nekünk mondani a lady. És ezt nem félelt az lehet, hogy nem állítottam be valami jót, valamit jól. Audio. Oké, okay, aznak a cuccosnak a... Oké, okay, miért lenne a grafikánál floating combat text. This is blablabla, enemies or items when you damage them. Az annyira nem érdekes nekem. Hát, hogyha minden igaz, akkor minden fejedben van kapcsolva, szóval... Vagy... lényegében, ja. Grafikánál meg nem hiszem, hogy ott lenne a dolog, de azért csekkoljuk le minden esetre. Miért is lenne itt lock frame rate off, hál' Istennek. Hát itt is be van kapcsolva minden felirat. Hát akkor baszki. Hát akkor ezeket nem fogjuk látni, hogy miket mondanak. Vagy csak ez az egy volt ilyen fura. Ó, oh, hello, ha tényleg veled találkoztunk. Attól, hogy köszöltek neki még egyszer. Hiszen miért nem. Na. Oh. And every year, on this day of days, we recommit ourselves to our city and to our prophet, Father Comstock. We recommit through sacrifice and the giving of thanks and by submerging ourselves in the spirit. Erre nem számítottam, hogy végül számítottam rá, csak egész jó, hogy eloltodnak a gyertek.